Egy évvel ezelőtt boldog békeidő uralkodott a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet mindennapjain. A sok év alatt bejáratott rendet, rendszert már mindenki ismerte, és a szabályok betartásával viszonylag zökkenőmentes volt a betegellátás. Aztán a koronavírus megjelenésével ez is megváltozott, az egészségügyi ellátás gyökeres fordulatot vett. Természetesen az egész ellátórendszernek az a célja, hogy a vírus kezelésére való felkészülés megtörténjen, és azokat a feladatokat, felkészülési elemeket végrehajtsa, amik a vírus, a járvány elhárításához szükségesek. Természetesen annak nagyon örülünk, hogy ilyen jó számaink vannak a megbetegedések tekintetében Magyarországon, és ezért az egészségügyi ágazati rendelkezések most már úgy változtak, hogy egy fokozatos, folyamatos figyelmet igénylő és a változásokat figyelembe vevő nyitás következik be most mind a fekvőbetegellátás, mind pedig a járóbetegellátás életében. A betegek türelemmel és megértéssel fogadták az új helyzetet. Szerencsére nagyon alkalmazkodóak, és tudják, hogy az ő érdeküket is szolgálja a szabályok betartása, mondta Laufer Éva. Ettől függetlenül mindenki nagyon várja már a korlátozások végét. Én ezúton is szeretném megköszönni a betegeinknek a türelmét és a megértését, ugyanis az a tapasztalatunk, hogy várják az információkat, elfogadják az információkat, és számunkra is meglepő módon nagyon türelmesen közelítenek az egész ellátórendszerhez. Bízom benne, hogy érzik azt, hogy mind azért dolgozunk és azért vagyunk, hogy minél zökkenőmentesebben, de ugyanakkor a biztonságot és a járványügyi szabályokat betartva próbáljuk őket a legjobb tudásunk szerint és a leggyorsabban ellátni. Itt elsősorban az időfaktor szokott a probléma lenni, hogy szeretnének ellátáshoz jutni, ezt most már egyre inkább a járványügyi szabályok figyelembevételével meg is tehet. Az április végi adatok alapján az az országos döntés született, hogy a járóbeteg ellátás fokozatosan újraindulhat. Szigorú szabályok betartásával ugyan, de megkezdődnek a szakorvosi rendelések a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézetben is. A március 17-e előtt kiadott időpontok sajnos érvényüket vesztették, tehát ha valakinek van egy májusi, júniusi időpontja, amit még március 17-e előtt kapott, akkor azt kérjük, hogy tekintse semmisnek. A koronavírus ideje alatt három lépcsős a szakorvosi ellátás. A betegek a Rendelőintézet honlapján és a Facebook oldalán megtalálják a különböző szakrendelésekhez tartozó telefonszámokat. A kórház betegirányítása is hívható, ahol részletes információkkal szolgálnak majd mindenkinek. Tehát a beteg jelzi az igényét. A következő lépcső az, ugye keletkezik egy lista, a következő lépcső az, hogy a szakorvos fölveszi a beteggel, a beteg által megadott csatornán, telefonszámon jellemzően a kapcsolatot, és megbeszélik azt, hogy esetleg telefonos konzultáció keretében az ő problémájára sikerül-e orvoslást találni, akár egy dózisváltoztatás, vagy bármi ilyen lehet. Tehát van a szakorvossal egy telefonos megbeszélés. Erről egyébként egészségügyi dokumentáció készül, amit a beteg is, és a házi orvosa is az EST-ben megtalálhat. Tehát ez egy hivatalos telefonos vizit. Hogyha ott nem zárul megnyugtató eredménnyel ez a vizit, és a szakorvos úgy látja, hogy szükség van egy személyes kontaktrendelésen való megjelenésre, akkor kap a beteg még ott a telefonos vizit alkalmával egy időpontot. A megadott időponthoz képest 20 perccel korábbi érkezést kérnek a rendelő dolgozói, mert a koronavírus miatti protokollrendszeren mindenkinek kötelezően végig kell menni, és csak utána léphetnek be a rendelő épületébe. Van egy úgynevezett előszűrő sátor, aminek az a szerepe, hogy kikérdezve a beteget, ez egy országos járványügyi kikérdezés, és megmérve a testhőmérsékletét, megbizonyosodjunk arról, hogy ő a koronavírus szempontjából aktuálisan éppen akkor nem hordoz-e olyan fajta kockázatot, hogy másokat megfertőzhet, magyarul nem lázas, nem köhög, nincsenek-e olyan tünetei, ami miatt esetleg elkülönítést igényel. Természetesen akkor sem küldjük el a betegünket, de akkor nem a rendelőintézetben, hanem egy erre kijelölt helyen fog a szakorvosi vizsgálat megtörténni. Amennyiben lehetséges, akkor kérjük, hogy szájmaszkba érkezzenek a betegeink, ha nem abba jönnek, akkor természetesen rendelkezésükre bocsátunk egy egyszer használatos szájmaszkot, de hogyha valaki a sajátjába jön, azt külön megköszönjük.
Változás, hogy a rendelőintézeti parkoló, mivel itt ezekben a sátrakban ugye betegellátás zajlik, ez csak és kizárólag a mozgáskorlátozottak, illetve a mozgásukban akadályozottak számára van nyitva, tehát ez a megszokott behajtási rend, ez is felülíródik. Nagyon fontos az időpont betartása, ugyanis egy ember tartózkodhat a folyosón, és vele egy időben egy ember lehet a rendelőben. Ezért nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy a torlódás elkerülése érdekében tartsák be a szigorú betegfogadási rendet.